Alistair MacLean, Halál a Forma-1-en. 10. fejezet. Vignolétól délre a leágazásnál egy fekete Citroen lelassított, hogy előzni engedje Harlow Ferrariát. Amikor a Ferrari tovább suhant, Jacobson, aki a fekete kocsi kormányánál ült, tűnődve dörzsölte meg az állát. Vignolles felé kanyarodott, és megállt az első telefonfülke előtt. Csak nem teljesen üres Vignolles kantinban McAlpine és Dunnet éppen befejezték az étkezést. Mindketten az ajtó irányába néztek, a kifelé menő Merit figyelték. Ma este a lányomnak rossz kedve van, sóhajtott McAlpine. A lányod szerelmes? Én is azt hiszem. És vajon hol kújtorog ez az égetni való Rory? Mit szépítsem? Harlow megint hallgatózáson kapta az ebattát. Ó nem, már megint? Már megint. Az erre következő jelenet igazán kínes volt, én is ott voltam. Azt hiszem, Rory tart tőle, hogy itt találja Johnnyt. Johnny azonban ágyban van. Nem hiszem, hogy a múlt éjjel lehúnyta a szemét. Az rám is rám férne. Az ágy, úgy értem. Halálosan kimerült vagyok ma este. Ha megbocsájtasz, Alexis. Félig fölemelkedett, de aztán újra leült, látva, hogy Jacobson belép és az asztal felé közeledik. A főszerelő nagyon fáradtnak látszott. Sikerült megtalálni az ikleket? Nyomuk veszett. 5 mérföldes körzetben mindenütt kerestem őket, semmi. Viszont éppen most tudtam meg a rendőrségtől, hogy 2 velük meglehetősen egyező személy leírású férfit láttak Le Bussetben, és nem sokan nézhetnek ki úgy, mint Tweedledum és Tweedledee. Bekapok valamit és oda megyek. Először viszont szereznem kell egy kocsit, az enyém kikészült, tönkrement a hidraulika. McAlpine egy garnitúra autókulcsot nyújtott át Jacobsonnak. Vidd el az én Astonomat. Köszönöm, Mr. McAlpine. A biztosítási papírok? Minden ott van a kesztyűtartóban. Nagyon rendes magától, hogy nem sajnálja a fáradtságot. Az én srácaim is, Mr. McAlpine. Dunnet kifejezéstelenül nézett maga elé. A Ferrari kilométerórája 180-at mutatott. Harlow nem sokat törődött a 110 kilométeres francia sebességkorlátozással, de időről időre ösztönösen a visszapillantó tükörbe nézett. Jól lehet, valószínűtlennek tűnt, hogy létezik rendőrautó Franciaországban, amely őt utolérje. Egyetlen alkalommal sem látott semmit, kivéve a hátsó ülésen heverő kötélcsomót, a horgot és a piszkos fehér ponyva halmát, amelyet szemlátomást hanyagul, egyszerűen a padlóra dobtak. Hihetetlenül rövid idő múlva, 40 perccel Vignolles elhagyása után, a Ferrari elszáguldott a Marseille helységnévtábla mellett. 1 kilométerrel odébb, mivel a közlekedési lámpák vörösre váltottak, a Ferrari megállt. A sebek, horzsolások és tapaszok miatt lehetetlen volt megállapítani, mit fejez ki Harlow arca. De szemei, mint mindig, most is ugyanolyan nyugodtan és éberen tekintettek a világba. Ugyanolyan rezzenetlenül ült, mint mindig. Nem türelmetlenkedett, ujjával sem dobolt a kormányon. Harlow tökéletes nyugalmának azonban egy pillanat múlva nyoma sem volt. Mr. Harlow! A hang a kocsi hátsó üléséről jött. Harlow hátra kapta a fejét, és láthatta, amint Rory kivackolódik a ponyva gubójából. Harlow megszólalt. Lassan, megfontoltan, tagoltan beszélt. Mi az ördögöt keresel itt? Gondoltam, szüksége lehet egy kis segítségre. Harlow hatalmas erőfeszítéssel lett úrrá indulatán. Mondhatnám, hogy hiányoztál, de akár egy púpa hátamra, állapította meg. Ez azonban semmit nem változtatna. Egyik belső zsebéből előhalászott valamennyit a Dunnettól kapott pénzből. Itt van 300 frank, védj ki egy hotelszobát, és reggel telefonálj Vignolléba, küldjenek érted egy kocsit. Köszönöm, Mr. Harlow, de nem. Nagyon nagyot vétettem maga ellen. Tiszta hülye vagyok, azt hiszem. Nem kérek bocsánatot, hiszen a világ minden bocsánatkérése sem volna elegendő. A legjobb bocsánatkérés, ha segítek. Kérem, Mr. Harlow. Nézd, pajtás, nekem ma éjjel olyan emberekkel van találkám, akik ha meglátnak téged, azonnal végeznek veled. És most én felelek érted apád előtt. A jelzőlámpa váltott, és a Ferrari elindult. Harlow arcán némi zavar látszott. És van itt még valami, mondta Rory. Mi baja van? Úgy értem, apámnak. Zsarolják. Apát zsarolják. Rory nem hitt a fülének. Nem követett el semmit, egyszer majd elmagyarázom. És maga most meg fogja akadályozni, hogy tovább zsarolják? Remélem. és ez a Jacobson megnyomorította Merit, és én hülye azt hittem a maga hibája volt. Őt is elkapja? Igen. Most nem azt mondta, hogy remélem, hanem hogy igen. Jól hallottad. Rory megköszörülte a torkát, és bizalmasan így szólt. Maga a feleségül akarja venni Merit, Mr. Harlow. Úgy tűnik, a börtön kapuja hamarosan becsapódik mögöttem. Hát én is szeretem Merit, máshogyan, de épp annyira. Ha maga azt a szarházit üldözi, aki megnyomorította, jövök én is. Hogy beszélsz? Figyelmeztette Harlow. De nem igen figyelt oda rá. Egy darabig némán vezetett, aztán rezignáltan sóhajtott. Oké, de ígérd meg, hogy igyekszel nem szem előtt lenni, és vigyázol magadra. Igyekszem nem szem előtt lenni, és vigyázok magamra. Harlow a felső ajkába harapott, és arcát eltorzította a fájdalom, mert megharapta a rajta lévő sebet is. A visszapillantó tükörbe nézett, és meglátta, hogy Rory, aki immár a hátsó ülésen ült, nem kis elégtétellel vigyorgott. Harlow, akár hitetlenségében, akár kétségbeesésében megcsóválta a fejét. 10 perccel később a Chicatorban, körülbelül 300 jarnyira a Rue George Santtól leállította a kocsit. A vászontáskába rakta a felszerelését, a táskát pedig a vállára vetette. Elindult, oldalán Roryval, akinek arcán a megelégedettséget meglehetős aggodalom váltotta fel. Rorynak, eltekintve egyéb tényezőktől, minden oka megvolt az idegeskedésre, a mostani éjszaka ugyanis nemigen felelt meg Harlow szándékainak. A csillagfényes rivierai égbolton ragyogott a telihold. A látási viszonyok nem voltak rosszabbak, mint egy borús téli délutánon. A különbség mindössze annyi volt, hogy az árnyékok a holdfényben sokkal sötétebbeknek látszottak. Harlow és Rory meglapult a remete lakvillát övező 3 méter magas kerítés árnyékában. Harlow átvizsgálta a táskája tartalmát. Tehát kötél, kampó, ponyva, zsineg, szigetelt drótvágó, kés, véső, elsősegélydoboz. Minden megvan. Mik ezek, Mr. Harlow? Az első 3-ra a falon való átjutáshoz van szükség. A zsineggel különféle dolgokat, például hüvelykújakat köthetünk össze. A drótvágó az elektromos riasztóberendezés vezetékeihez kellhet, már ha megtalálom ezeket. Az elsősegélydoboz, nos, az ember sohasem tudhatja. Rory, volnál szíves megállítani fogaid vacogását? Benti barátaink 40 méterről meghallják. Nem megy, Mr. Harlow. Ide figyelj, maradj itt. Nekünk ide legkevésbé a rendőrség hiányzik. De ha 30 perc múlva nem jövök vissza, menj és a sarki telefonfülkéből mondd meg nekik, hogy itt vagyok, és hogy jöjjenek ide, de futólépésben. Harlow a kötél végére erősítette a kampót. Ez egyszer segítségére volt a fényes holdvilág. Mindjárt elsőre sikerült átdobnia a telken álló egyik fa ágai felett. Óvatosan visszahúzta a kötelet, és a kampó megakadt az ágban. A kötélen felkapaszkodva megtette a szükséges néhány lábnyi távolságot vállán a fehér ponyvával, amelyet miután felért, a betonba ágyazott üvegcserepekre terített. Felhúzóckodott, és egy lendülettel lovagló ülésben elhelyezkedett odafent. A fát nézte, amelyről a remek ág kinyúlt. Az alsóbb ágak alig 120 centire voltak a földtől. Harlow lenézett Roryra. A táskát. A táska megindult felfelé. Harlow megfogta, és a belső oldalon a földre hajította. Megragadta az ágat, lendületet vett, és 5 másodperccel később bent volt a kertben. Kis bokorcsoporton vágott át. Az egyik földszinti szoba befüggönyözött ablaka mögül fény szűrődött ki. A masszív tölgyfajtót zárva találta, majdnem bizonyosan be is volt reteszelve. Harlow minden esetre úgy vélte, hogy előről kísérletezni felérne egy öngyilkossággal. Az oldalsó fal mentén haladt, és ahol lehetett, igyekezett megmaradni az árnyékban. A földszinti ablakok nem kínáltak semmilyen lehetőséget, valamennyit erős rács fette. A hátsó ajtó, mint ezt előre sejteni lehetett, zárva volt. Harlownak az a kaján gondolat jutott eszébe, hogy az álkulcsok, amelyek bizonyosan nyitnák ezt az ajtót, odabent vannak a házban. Átkerült az épület túlsó oldalára. Az alsó rácsos ablakokkal még csak nem is törődött. Felfelé nézett, és figyelmét hirtelen megragadta egy résnyire nyitott ablak. A nyílás nem volt, talán csak 8 centi széles, de mégiscsak nyílás volt. Harlow körülnézett a telkem. Körülbelül 20 méterre onnét virágágyások közt hajtatóházak és egy üvegház állt. Elszántan arra indult. Rory közben odakint az utcán felalá mászkált, időről időre, mint aki képtelen dönteni, a kötél végre pillantott. Hirtelen megragadta, és mászni kezdett. Amikor lehuppant a másik oldalon, Harlow épp egy létrát támasztott az ablak párkányához, aztán fellépdelt az ablak szintjéig. Előhúzta a zseblámpáját, alaposan szemügyre vette az ablak mindkét oldalát. Mindkét felől jól látható elektromos vezetékek húzódtak a keret mentén. Harlow a táskájába nyúlt. Előhúzta a drótvágó ollót. Elcsípte a két húzalt, feltolta a tolóablakot, aztán bemászott. 2 perc múlva már tudta, hogy a felső szinten senki sincsen. Egyik kezében a vászontáskával és az eloltott lámpával, másik kezében a hangtompítós pisztollyal lelopakodott a halba. Egy résnyire nyitott ajtó mögül fény szűrődött ki. Odabentről hangok hallatszottak, közülük egy női hang. Ezzel a szobával egyelőre nem foglalkozott. Körüljárt a földszinten, hogy megbizonyosodjék róla, az összes többi szobában senki sem tartózkodik. A konyhában zseblámpája fénye az alagsorba vezető lépcsősorra esett. Harlow leereszkedett, és körbevilágított a lámpájával a betonpadlós, betonfalú pincehelységben, amelyből 4 ajtó nyílt. 3 közülük tökéletesen hétköznapian festett. A 4. két erős retesze és akkora kulcsa volt, amilyet legföljebb egy középkori várbörtönben találni. Harlow elhúzta a reteszeket, megfordította a kulcsot, belépett. Igyekezett tájékozódni, aztán felkapcsolta a villanyt. Amit látott, minden volt, csak várbörtön nem. Modern, tökéletesen felszerelt laboratóriumban találta magát. Jól lehet, a cél, amiért berendezték, nem tűnt azonnal nyilvánvalónak. Harlow odament a fal mellett sorakozó alumínium konténerekhez, leemelte az egyik tetejét. Beleszimatolt a benne lévő fehér porba. Elfintorodott undorában, visszahelyezte a tetőt. Kifelé menet elhaladt egy falra szerelt telefonkészülék mellett, amely a tárcsájából ítélve városi készülék volt. Egy pillanatig habozott, aztán megvonta a vállát, kijött a laboratóriumból. A lámpát égve, az ajtót pedig nyitva hagyta maga után. Rory ugyanekkor a bozótos szélén, a mély árnyékban lapult. Arcán aggodalom tükröződött, és ez az aggodalom hirtelen valami félelemhez igen hasonló érzésnek adta át a helyét. A ház mögül hirtelen egy zömök, tagba szakadt ember bukkant fel, sötét nadrágban és sötét színű, magasnyakú pulóverben. A férfi, az őr, akivel Harlow nem számolt, egy pillanatra mozdulatlanul megállt, és a falhoz támasztott létrára merett. Majd futni kezdett a ház eleje felé. Mint egy varázsütésre 2 tárgy jelent meg a kezeiben, egy nagy kulcs és egy még sokkal nagyobb kés. Harlow a halban állt. Elgondolkozva nézte a résnyire nyitott ajtó mögül kiszűrődő fényt, hallgatta a belülről jövő hangokat. Felcsavarta a hangtompítót a pisztolyára, aztán jobb lábbal nagy erővel berúgta az ajtót, amely nyomban búcsút mondott a félfájának is. Odabent 5-en tartózkodtak. 3-an közülük különösképpen hasonlítottak egymásra. Alighanem testvérek voltak. Nagy darab, jól öltözött, szemlátomás tehetős emberek. Fekete hajúak és nagyon barna bőrűek. A 4. személy egy szép szőkelány volt, az 5. pedig Willi Neubauer. Szinte megbabonázva meredtek Harlowra, aki tekintettel lehorzsolt, összevert arcára és a hangtompítós pisztolyra egyáltalán nem jutott valami barátságos látványt. Fel a kezekkel, ha szabad kérnem. Mind az 5-en felemelték a kezüket. Magasabbra, magasabbra! A szobában lévők valóban magasabbra nyújtották a karjukat. Mi a fenét jelentsen ez, Harlow? kérdezte Neubauer nyersen, követelődzőnek szánt hangon, amely azonban igen erőltetetten csengett. Meglátogattam a barátaimat. Harlow jeges hangon szakította félbe. A bíró majd türelmesebb lesz hozzád, mint én. Pofa be! Vigyázz! A kétségbeesett kiáltás, mintha nem is Rory torkából tört volna fel. Harlownak olyan reflexei voltak, akár egy macskának. Nem véletlenül volt kora kiemelkedő Grand Prix pilótája. Megfordult, és ugyanazzal a mozdulattal már tüzelt is. A sötét ruhás férfi, aki épp döfni készült, felüvöltött fájdalmában. Hitetlenkedve merett szétroncsolt kezére. Harlow nem törődött vele tovább. Gyorsan fordult vissza a többiekhez, semhogy a sötét ruhás kése földet ért volna. A barna arcbőrű férfiak egyike leengedte a karját, és éppen a belső zsebébe nyúlt. Hát csak rajta, mondta neki Harlow bátorítóan. A füstös képű férfi igencsak gyorsan emelte fel a jobb kezét. Harlow óvatosan oldalt lépett, és pisztolyával kurtán intett a sebesültnek. Csatlakozzék a barátaihoz. A sötét ruhás nyögött kínjában, és épp bal kezével a vérző jobbját szorongatta. Engedelmeskedett az utasításnak. Rory pontosan ekkor lépett be a szobába. Köszönöm, Rory, mondta Harlow. Bűneid meg vannak bocsájtva. Vedd ki az első segélydobozt abból a táskából. Mondtam ugye, hogy szükségünk lehet rá. Hűvösen végigmérte a társaságot, majd így folytatta. Remélem, most van rá szükségünk utoljára. Pisztolyával a szőke lányra mutatott. Ide gyere! A lány felemelkedett ültéből, és lassan közelebb jött. Harlow fagyosan rámosolygott. A szőke azonban vagy túl rémült, vagy túl buta volt sem, hogy rájöjjön, mi lappang-e mosoly mögött. Azt hiszem, te tulajdonképpen szeretnél ápolónő lenni, mondta Harlow. Még ha a néhai Luigi, akit szegény, senki sem sírat, ezt nem is helyeselné. Itt a kötszeres doboz. Kösd be a cimborát kezét. A lány Harlow felé köpött. Kösd be magad! Harlow figyelmeztetés nélkül villámgyorsan mozdult, és a hangtompító a szőkeség arcába csapódott. Az felsikoltott, megtántorodott, és ülőhelyzetben a földre zuhant. Arcából és szájából ömlött a vér. Jézusom! Kiáltotta Rory, és elsápadt. Mr. Harlow! Ha ez megnyugtat téged, Rory, ezt a csinibabát szándékos emberölésért körözik, mondta Harlow, és a lányra nézett. Tekintetében nyoma sem volt a szánalomnak. Állj fel, és kötözd be a barátod kezét, rivalt rá. Aztán, ha óhajtod, magadat is elláthatod, nem mintha törődnék vele. A többi arccal lefelé, hasaljon a földre, kezeket a hátra. Rory, nézd meg, nincsen náluk fegyver. Az elsőt, aki megmoccant, tarkon lövöm. Rory átkutatta őket. Miután végzett, elszörnyedve nézte a 4 pisztolyt, amelyeket maga helyezett az asztalra. Minnek volt pisztolya? Miért? Mit gondolsz? Mit hordanak magukkal? Pudriét? Most pedig elő a zsinórral, Rory. Tudod, mi a teendő? Annyi csomóval, ahányal akarod, olyan szorosan, amennyire csak lehet. Köpök a vérkeringésükre. Rory lelkesen hozzáfogott, hogy teljesítse feladatát, és a 6 kezeit gyors egymás utánban a hátuk mögé kötözte. A sötét ruhás jobbját már ormótlan kötés borította. Hol a kapukulcs? kérdezte Harlow Neubauertől. Neubauer dühösen bámult, de nem szólt. Harlow eltette a pisztolyát, és felvette a kést, amelyet majdnem gyilkosa elejtett, és Neubauer torkának szegezte. A penge épp hogy csak áthatolt a bőrén. 3-ig számolok, aztán a torkodon jön ki a hegye. 1, 2... A halbeli asztalban, felelte Neubauer. Arca hamuszürke volt. Fölkelni, mindenki, lefelé a pincébe. A foglyok aggodalmas arccal lefelé indultak. Bármilyen volt is azonban az arcuk, az utolsó, a sötétképűek egyike megtámadta Harlowt, azzal a szándékkal, hogy lerúgja a lépcsőn, aztán rátipor. Nagy ostobaság volt a részéről, hiszen saját szemével tapasztalhatta, milyen villámgyorsak Harlow reakciói. Harlow könnyedén oldalt lépett, a pisztolyagyával támadója füle mögé sújtott. Végignézte, hogy felbukik és lezuhan a lépcső közepéig. Ezután megragadta az egyik bokáját, hogy levonszolja a hátralévő lépcsőkön. Az ájult ember feje betonlépcsőről betonlépcsőre csapódott. Egy másik barna képű felkiáltott. Az Isten szerelmére! Harlow, elment az esze, hiszen megöli! Harlow elhúzta az eszméletlen férfit a lépcső aljáig, míg csak a feje le nem koppant a betonpadlóra. Közömbösen nézett a tiltakozóra. Úgy? Valószínűleg amúgy is kénytelen leszek megölni mindannyiukat. Betelelte őket a pince laboratóriumba. Rory segítségével az öntudatlan 6-at is utánuk cipelte. Feküdjenek a padlóra, parancsolt rájuk Harlow. Te pedig, Rory, kötözd össze a bokájukat, nagyon szorosan, légy szíves. A fiú megtette, és nem csak, hogy igyekezett, de látszott rajta, hogy élvezi is, amit tesz. Amikor végzett, Harlow újabb feladatot adott neki. Kutasd át a zsebeiket, nézd meg, vannak-e személyazonossági papírjaik. Neubauert hagyhatod. Mindnyájan tudjuk, kicsoda a mi kedves Willink. Rory egy csomó személyi okmánnyal tért vissza Harlowhoz. Bizonytalanul nézte a földön fekvő nőt. Mit tegyek a hölgyel, Mr. Harlow? kérdezte. Azért ne tévesz össze egy gyilkos boszorkányt egy hölgyel, mondta Harlow, és a szőkére nézett. Hol a táskája? kérdezte tőle. Nincsen táskám, felelte. Harlow sóhajtott, odament hozzá, és mellé térdelt. Folytatjuk.